Üdvözlök mindenkinek, Rokrin vagyok, jöjjön, hogy a Russian Code 4-ben Downpour nevű pályája, akik most találnak rá erre a videóra, csak szólok, hogy a D betűnél járok, igen, az összes videót így körbeveszem, ahol az összes pályát így meg fogom csinálni, ami jelenleg elérhető a Code 4 Remasterben, és ha később kijön a többi, akkor a többi is. Mit csinálunk ebbe a videóba? Egy rás módszer javaslatot próbálok átadni, amit én ugye a rengeteg óra eltöltésével fejlesztettem ki magamnak, vagy nem magamnak, tapasztalatok, és különböző dolgok. Beszélünk ki spawnrendszerről, fegyverekről, és általánosan hogyan szoktam én végigfutni ezen a pályán. Egy pure rushról van szó, ami azzal jár, hogy a játék azért néha közbeszól, és esetleg bekaphatod azokat a golyókat. Nos, srácok, vágjunk is bele, Downpour, jöjjön a spawn rendszerek, ugye kezdésnél valahol ide spawnoltatunk, de a játék egészen onnantól, egészen idáig be ebbe az épületbe bárhova leszpawnoltat, tehát innentől odáig, és ebbe az épületbe bárhova be fogsz spawnolni. Időnként berak még ide is, tehát abba az épületbe nagy ritkán berak, szóval azért eléggé széles ez az oldal a spawn rendszer. A másik oldalán, ha elmegyünk ennek a pályának, hova spawnol az elő, itt is egy eléggé kaotikus a spawn rendszer, szokott berakni ebbe a vonalba valamelyikébe, ide, ebbe a vonalba valamelyikébe, akkor szokott berakni ide a csűrbe, erre a részre, ide végig be szokott rakni, oda be szokott rakni, oda be szokott rakni, oda be szokott rakni, szóval elég kaotikus a spawn rendszer, ebből a szempontból nagyon-nagyon-nagyon résen kell lenni ennél a pályánál. Ezért is szoktam javasolni egy olyan fegyvert, ami szűk ívekre van, mint például ugye itt a kezemben lévő MP5, OK-74, Uzi anyám kénye, valami, ami gyorsan szórja a golyókat, viszonylag nagy a damage-e, vagy egy AK-t. Szóval ezeket a fegyvereket szoktam javasolni, érdemes a radar alatt menni ezen a pályán, mert esik eső, sötét van, nagy a fű, anyám kinya nem feltétlenül vesznek észre. Nos, milyen útvonalakat szoktam választani ezen a pályán, most beszélgessünk egy kicsit erről. Van egy ilyen jó kis gránátdobási lehetőség, akit érdekel, innen nagyjából foghatod és átdobhatod oda a gránátot, néha szoktak lenni, előfordul, de átdobhatod abba az irányba is a gránátot, sőt át a házon, egészen abba az irányba is át lehet dobni a gránátot, mert előszeretettel szoktak. Tehát így minden irányból tudnak, innen átdobhatod oda, és át oda arra is, és nagy esélye fennakadhatunk valaki. Na most, rász szempontjából, ha innen jövök, és itt mondjuk már kezdés, nem kezdés, nagyjából mindegy, hogy kezdésnél mit csinálsz, de tegyük fel, hogy most már azért benne vagy a játékban, a kezdésnél azt mindenki úgy csinálja, jól esik neki, de ha benne vagyok a játékban, kezdésnél szoktam jönni és figyelni azt a rést, ott fönt szoktak kempelni, és tehát azt a sarkot ott figyelem, és a fönti kemp helyet figyelem, és én automatikusan betérek ide. Még mielőtt eltérnék arra, néha azért el szoktam rohanni ide, nem mindig, radar eldönti, néha el szoktam rohanni ide, és megpróbálom azokat, akik itt vannak, megvárom, és kiszedem. Ha ezzel kész vagyok, akkor szoktam bejönni ide a házba, itt, ezen a folyosón én itt már nem futok, végig lózumban jövök, ha radar megkívánja, akkor bedobunk egy vakitót, boldogság van, kijövünk és ledarálunk, akit tudunk. Lehetőleg nózumba, ezért is kéne választani egy olyan fegyvert, ami elég jó nózumba, és viszonylag közelre erős is, és akkor szoktam itt már így nózumolva kijönni, és az nagyon veszélyes úton, ahol mindig jönnek, és illetve meglephetnek rögtön, hogy befordulnak is itt, úgyhogy ezért szoktam egy nózumolva kijönni, és ha már eddig elérek, akkor így szoktam csinálni, tehát így gyakorlatilag kifutok, mert tudjátok, az igazság az, hogyha ott is vannak, nem fogod tudni őket lelőni, csak
őket fogod tudni lelőni, akik esetleg e mögött vannak. Na most, amire itt figyelni kell, srácok, van, hogy erre, ha nem jössz, ha nincs senki, vagy radar úgy kívánja, van, hogy ugye eljössz erre, elfutsz erre, itt egész jó fedezve vagy, és ki tudod szedni azokat, akik onnan jönnek, és onnan jönnek, ha arról van szó. Viszont van, hogy ugye eljössz erre, kiszeded, aki itt van, és kiszeded azt, aki ott van. Na most nem érdemes elkövetni azt a hibát, hogy kijössz ide. Mert ha itt van valaki, azonnal előnyben van és leszed, mert te amíg arra fordulsz, hosszú idő, akár ilyen gyors vagy, és az is ki fog szedni, aki itt van, mert te arra fogsz fókuszálni, ki jön onnan. Na most, oké, hogy eljössz ide, kinézel, kiszeded azt, aki ott van, veszélyben vagy eleve attól, ha észreveszed, oké, hogyha eszedbe jutod a fölmenni, de kiszeded azt, aki itt van, és én vissza szoktam ide jönni. Visszajövök egészen ide. És ez az a pont, ahol ki tudom szedni azokat, a játékosokat, akik itt vannak, és ezeket, akik itt jönnek. Ha ezt esetleg ki tudom szedni, akkor nem rohanok előre, mint a hülye, hanem visszafordulok, és eljövök ide megint csak kiszedni őket. Eljövök ide, kiszedem, ha van esetleg valaki ott ugye azon a környéken, és kinézek, ha nincs senki, tovább futok, és itt így nózumba szoktam betérni erre vagy erre, ezt majd a radar eldönti, hogyha lőnek, eldöntik, de amikorra már, hogyha nem vagy elég gyors, amikorra már ideérsz, a játék már hajlamos megfordítani a spawnt és áttenni a túloldalra. Na most hogyan jutunk át a túloldalra? Itt két útvonalat választasz, ezt, avagy ezt, mindenkinek ízlése, van, aki szereti a nagy clusterfuckot, én is szeretem a nagy clusterfuckot, ezért eljövök erre. Igazából, és be a házba, és megnézem azt az ablakot, de csak azért jövök erre időként, mert csak szeretem ezt a zúzást, ami itt szokott lenni a házba, meg bombák, meg minden, és hogyha netán eljutok erre az oldalra, és itt ki tudok menni, végig nózumba, itt már nem futok, kilőni azokat, akik ott vannak, itt időként megpihenhetek, és kivárhatom az újonnan beérkezőket. Nem vesznek észre emögött a doboz mögött, tehát nem vesznek észre, és ki tudod szedni az újonnan megérkezőket, és utána nem megyünk egyenesen ide. Érted, kiszedel azt az egy játékos, kiszedel azt a két játékos, jönni fognak, és azok egyedik is már megjegyzés, és jönni akar, érted? Nos, olyankor, kedves barátom, át kell jönni ide. És innen kiszeded őket, tök boldog vagy, és akkor mehetsz, és kiszedheted, még mindig nézed azt az utat, és ahogyha innen kifordulsz, számíts rá, hogy nagyon bekapod a golyót, szóval innen kifordulsz, helyből azt az utat nézed, oké, kiszeded, akit ki kell szedni, és helyből bejössz ide a házba, hogy esetleg az onnan érkezőket, vagy már a házban lévőket ki tudsz szedni. Rajtad áll, hogy dobsz-e vakított gránátot a nyelvkínját, de minden esetre, ha innen is kijössz, érdemes dobni egy vakítót, gyakorlatilag, hogy ki tud őket szedni kényelmesen, és akkor gyorsan be a házba, pif-pif, kiszed, akit ki kell szedni, és ezen a részen többnyire innen szoktak jönni az emberek, de ezt ugye ki tudod szedni már innen, így jössz, kiszeded, kifordulsz, kinézel, körbemész, és megpróbálod a hátsókat, a lemaradókat, látjátok, én is benézek, ide benézek, kiszedni. Na itt erre két eset van, vagy megfordult már a spawn, vagy még vannak lemaradók, és akkor egy kicsit utánuk kell fussál, és leszed őket. Ott azt előszeretettel szeretik az emberek, úgyhogy én be is szoktam ide jönni, hogyha már jövök erről az oldalról, végig szépen jövök, kinézek, tudjátok, ott van az a lyuk, érdemes rá figyelni, és itt az első ponton így benézek, mert ott bármikor lehet bárki, jövök tovább, és benézek, kiszedem, akit ki lehet, itt lehasolok, és csak kinézek, hogy jön-e valaki, nem lövök, csak kinézek, és amint mászok, itt már nyomom a space-t is, hogy fel tudjak helyből állni, ha esetleg át tudok érni, tehát előfordulhat, hogy ugye nem, de ha át tudsz érni, akkor szépen mögöttük végig be tudsz jönni, le tud lőni, aki oldalt van, és látjátok, tehát itt is, amikor bejövök, egy kicsit erre jövök, hogy lelőjem azt, ha sikerül lelőni, veszem erre az irányt, és megpróbálom leszedni azokat, akik itt vannak. Na most mehetsz erről az oldalról is, tehát ha már itt vagy, akkor visszafordulsz, és mehetsz erről az oldalról, akkor én ugyanúgy szoktam át a lyukon, gyakorlatilag, föl, és itt
már ki szoktam nézni egyszer, és ha van valaki, akkor megpróbálom ugye lelőni, ha nincs senki, akkor eljövök erre, megint kinézek, vissza, kinézek, de már itt is újra ki szoktam nézni, mert ott előszeretettel le lehet azt szedni, függ, hogy persze milyen a fegyvere. Előszeretettel le lehet szedni, innen érdemes dobni egy gránátot, már oda, mert ott többnyire vannak, csak mondjuk ha egy MP5-öd van, akkor macera lesz kiszedni, ezért küldj egy gránátot oda, sose tudni, és akkor visszafordulok, és ezen az útvonalon jövök, átmászok, jövök, radar eldönti, de tényleg radar eldönti, hogy kerülsz egy nagyot, mert hogy van ott valaki, avagy bejössz itt ezen a résen, és megvárod. Amik vagy ott felbukkan, vagy itt felbukkan, de ha látod, hogy jön a radaron, és ezt az utat választja, akkor ne megvárd, ne várd meg, mert ő, aki itt van kint, előnyben lesz hozzád képest, aki csak be van szorulva ide egy kis lyukba. Ha látod, hogy erre jön a radaron, ki, és lelövöd. És a radar megint csak eldönti, hogy tovább mész, és megvárod azt, aki itt van, vagy megkerülöd erre. Ha enemynek van helye, ne feledkezz meg a gépfegyverről, ami itt van fönt, mindenképp, tehát semmiképp se feledkezz meg róla, és le tudsz szedni az enemy helyét, ha arról van szó. Ugye eljövünk innen hátra, és innentől srácok már nagyjából ismeritek a történetet. Gránátot még érdemes dobni innen is, igazából, tehát el tud dobni arra, és ha szerencséd van, akkor fennakad rajta valaki. És ja, hát nagyjából ennyi downpullnak a trükkje. Amire vigyázni kell utad útjaid során, az ez itt, ez a camp hely, előszeretettel használják, és néha érdemes ide eljönni, hogyha már ezen az úton választasz, tehát ezt is a radar majd meglátod, hogy hogy alakul, ha nem szereted azt a nagy clusterfuckot, ami itt közeledik, és ha látod, hogy a radaron ott már helyezkednek az emberek, akkor érdemes ide eljönni, és akkor innen előveszel egy gránátot, és kb. Abban a magasságban ott a háznak a sarka megsütés nélkül eldobod a gránátot, és az valahova ahhoz az ajtóhoz fog landolni, esetleg kiszedve egy-két embert. És hogyha már itt vagy, akkor szépen érdemes választani ezt az útvonalat, és voilà, közelebb kerültél, azt a rést el tudod lőni, esetleg azokat az embereket, és akkor már érdemes itt kijönni, és megnézni megint csak azt a rést, de hogyha azt a rést nézed, először erre kell figyelned. Mindenképp, tehát figyelsz erre a résre, senki jó, akkor nézel oda. És ott láthatod, hogy milyen enemy mozgás, hogyha nagyon elmozognak arra, befelé, akkor két utad van, vagy visszamész és a Clusterfuck házon keresztül mész, vagy kijössz, ezt radar dönti el, hogy ott nem lesz senki, vagy kijössz, és már ott fogadod őket, innen fogadod őket, de hogyha azt is lekésted, vagy hagytad őket elmenni, akkor megvárod még azt az ablakot is elhagyják, és akkor ide tudsz jönni, és akit tudsz, le tudsz szedni. Ez is egy jó trükk, azt hiszem arra, hogy az ellenfelet hagyjuk, vagyis hogy ellenfél hátul meg kerül, de ahhoz hagynunk kell, hogy itt elmenjenek, vagy épp lekéstük, és ott is hagynunk kell, hogy elmenjenek, és amíg elmennek, figyelnünk kell azt az ablakot, mert trükkösek tudják ezt, és ide fognak nézni, hogy esetleg van-e itt valaki. És, de akkor hagyd, hogy menjen el, ne lőj rá, hogy ne vegyen észre, és amikor elment, és még úgy viszonylag jó fedezve vagy a kocsitól, és ide jössz, és szépen lelövöd őket. Srácok, kész! Ennyi lett volna a Downpour a következő videóig. Sziasztok!